nagyon kevés zenész mondhatja el azt magáról, hogy ténykedésének köszönhetően bezártak egy tévéműsort. Ma esti főszereplőnk az többek között ebben is tevékeny részt vett, mint ahogy a Rolls frakció, illetve a Bikini pályafutásában. Kérem, fogadják szeretettel mai vendégünket, Dél-Nagy Lajost! Jó estét kívánok, szevasztok! A felelhető hivatalos, meg félhivatalos, meg nem hivatalos forrásokat, hogy végigböngésztem az interneten, meg máshol, és azt néztem, hogy tulajdonképpen azon ritka zenészek közé tartozol, akiknek a pályafutásában nem tudunk felsorolni 20 zenekart, vagy 10-et. Nagyon sok vendégünk volt itt, aki, tudod, akinek vég lehetett menni, hogy akkor kezdte ebbe a bandába, folytatta abba a bandába, még végül kikötötte a nem tudom, 5., 6., 7. Most kikapcsoltam. Hogy ezt jól tudjuk, jól tudják ezek a források? Tehát tulajdonképpen Dél-Nagy Lajossal kapcsolatban a Rolls frakció és a Bikini az a két zenekar, amiről beszéltünk, vagy előtte a gyerekkorodban vagy kamaszkorodban azért még volt olyan band, amiről nem tudunk? Hát nagyon sok volt. Gyakorlatilag 15 éves koromban alapítottam meg az első zenekart iskolában, és onnantól kezdve egész életemben valahol mindig zenészek voltak mellettem. Tehát valakik mindig valamilyen zenekarban voltam, vagy én alapítottam egy csapatot, és hívtam hozzá. Szabad ne fedd, bocsánat, hagyj kérdezek valamit. Nem takarja el a mikrofon az arcát? Aha, igen, én is azt éreztem. Picit így. Most jobb? Hát... Jó, köszönöm szépen. Próbáltam elképzelni, hogy milyennek tűnhetsz lentről, és így gondoltam, hogy... Mert ugye általában ezt a képet látják róla, hogy állsz középen, ugye a mikrofon előtt, de hát, ha most szeretnék látni jobban az arcodat. Igen. Szóval 15 éves. Tehát mindig voltak körülöttem zenészek, és ez valahol ez természetes volt számomra, hogy együtt zenélni emberekkel is, ez nagyon-nagyon csodálatos dolog. Én mindig azt szoktam mondani mindenkinek, hogy akivel zenéről beszélgetünk, hogy én azt javasolnám mindenkinek, minden egyes embernek, hogy tanuljon meg valami hangszeren zenélni. Nem mesterfokon, hanem alapfokon, teljesen mindegy, hogy szájharmonika, vagy gitár, vagy zongora, bármi, ami. És innentől kezdve másképp fogja látni az egész világot, megváltozik a gondolkodásmódja is, és ha még ehhez hozzáteszünk, hogy utána majd valakivel, emberekkel közösen együtt zenél, akkor meg még jobban meg fog változni. Te milyen hangszeren kezdtél? Játszott, gitároztál, ugye? Nem, én zongorán kezdtem. Zongorán kezdtem, és tulajdonképpen azóta szerettem is nagyon a klasszikus zenét, tehát rengeteget hallgatok klasszikusokat. Utána jött a népdalgyűjtemény, Kodály Zoltán, stb. Egy fafurúján eljátszottam minden népdalt. Ez volt az általános iskola. Aztán utána következett egy részfúvós szakkörbe beiratkoztam, és akkor jött a trombita, illetve a szánykürt. Ezek után... Ezeket a hangszereket még ma is meg tudnád szólaltatni? Meg tudnám szólaltatni. Ez a fúvósokkal azért úgy nehéz, hogyha az ember nem gyakorolja, akkor az ott... Amikor katona voltam, egyszer lementem és elfújtam a takarodót. Előtte gyakoroltam fél órát, mert... Akkor valami hasznát láttad. Bezárkoztam a fegyverterembe, és ott nem volt senki, és gyakoroltam egy fél órát, de utána már el tudtam fújni, úgyhogy rendben van. Meg tudnám szólaltatni, hirtelen nem tudnék nagyon sok okos dolgot eljátszani rajta, de hogyha úgy beleásnám magam, akkor menne. Nekem az volt a bajom a részfúvósokkal, hogy az embernek, hát ez úgy olyan szakmai nyelv, hogy betörik az ajka. Úgyhogy nem, majd betörik az a szád, meg az ajkad, és akkor majd nem fogod annyi érezni. De én este mindig éreztem, és állandóan égett az ajka, és akkor benéztem a tükörbe, és olyanok voltak az ajkaim, mint Angelina Jolie. És ez valahogy úgy nem. Aztán úgy, hogy erről lemondtam, akkor utána jött a banjo. Szertettem egy banjo-ra, amin három húr volt. Nekem nagyon gyanús volt, hogy még volt egy csavaró rajtam, amin nem volt húr.
és utána néztem, hát ennek tényleg négy húnak kell rajta lenni. És de te megoldottad hárommal is, nem? Tehát hát én megoldottam, én már három húron nagyon játszottam, és utána persze ezen magamtól tanultam meg rajta, mert mivel zongorán tudtam a harmóniákat, kikeresgéltem a hangot, és minden. Tehát megtanultam banjón, és utána egyszer bátyám külföldön járt iskolával, és kaptam tőle egy gitárt, egy csehszlovák gitárt. Hát ez volt életem fordulópontja. Akkor neki láttam, hogy megtanulja a gitárt, és szintén magamtól tanultam meg. És rá egy vagy két hónapra megalapítottam életem első zenekarát. Ez akkor az neki egy középiskolában volt? Középiskolában volt, volt, igen. Az hogy lehetséges, hogy tehát ezek szerint ugye tanultál zongorázni, furujázni, részfúvósok, banjo, illetve gitár, és ehhez képest az én fejemben, ami emlék van rólad, akár rossz frakció, akár főleg bikini, én D. Nagy Lajost énekesként látom mindig középen. Tehát a zenésztársait kifejezetten megkérték, hogy ne zenéljél, vagy egyszer úgy érezted, hogy neked akkor erre kell koncentrálnod? Ez úgy történt, hogy amikor a rossz frakció volt, tehát megalakult a rossz frakció, én korábban különböző zenekarokkal bálokat játszottam. Tehát én is gitároztam, jártuk az országot, és hát ilyen éjszakánként ilyen 6-7 órát játszottunk. Tehát, tehát akkor ez egy ilyen klasszikus vendéglátózás hát volt? Hát nem, bálok, nem is vendég, ez bálok voltak. Bejöttek a fiatalok és... Töltöttek egy kis vizet közben? Hát köszönöm szépen. Ilyet vagy buborékosat? Vagy buborékosat én. Akkor töltöm, én te csak koncentrálj el, amit mondasz. Tehát jöttek és táncoltak a zenére, meg fújtuk a világslágereket. És én végig gitároztam, amikor megalakult a rossz frakció, akkor az volt a társainak a véleménye, hogy itt ne csak elénekeljem a dalt, hanem adjam is elő. Tehát Boros Lajos tanácsára beirattak pantomim szakkörre, különböző ilyen helyekre, hogy amikor... Tényleg a Boros elküldött pantomim szakkörre? Igen. Igen. Jól emlékszem, Lajos? Aztán elmentem énektanárnőhöz. Én mondtam, a Zeneakadémia korrepetitora volt a Cseh Kató néni, soha nem felejtem, egy szenzációs egyéniség volt. Mindig nagyon vidám volt, mindig nevetett, nagyon szerettem. És akkor először elmentem hozzá, hogy hát elvállal-e. A gyerek kisfiam azt mondja, énekelj nekem valamit. Hát mit énekelj? Hát valamit énekeltem neki, valami angol, valami világslágert, végighallgatta. Na, hát azt mondja, ez nem rossz, de amit eddig tudtál az éneklésről, azt most felejtsd el. És akkor kezdjük előről. És aztán elkezdtük a skálázással, stb. És nagy megdöbbenésemre, innentől kezdve, hogyha 5-6 órát énekeltem, akkor sem rekedtem be, tehát végig tudtam énekelni. Korábban, amikor sajnos rossz technikával énekeltem, akkor már bizony a harmadik, negyedik óra után már csak meleg levegő jött ki a számon, már hang alig. De ha jól veszem ki szavaidból, akkor te viszonylag gyorsan eldöntötted, hogy te zenész akarsz lenni. Így van. Ezt egyébként a család jó szemmel nézte, vagy te egy ilyen zenész családból származol? Nem zenész családból származom. Nem is néztek jó szemmel, soha nem néztek jó szemmel, hogy zenélek. Anyám azt mondta, hogy a zenélni jó, hogyha otthon meg tudod oldani, hogy zenész magadnak, vagy a szomszéddal összejössz és zenéltek, de a zenész sors, és akkor leírta, hogy ő korábban amatőr színész volt, és hogy az mivel jár, hogy vonaton, autón töltötte a fél életét, meg táskából öltözött, dobozból étkezett, tehát ez a vándor színész élet, hogy milyen, és hogy mondta, hogy ezt ne csináljam, inkább helyezkedjek el a szakmámba. Így történt aztán, hogy én tulajdonképpen a Gonzvávokban, a híres Vasgyárban a közgazdasági végzettségemnek megfelelő munkakört kezdtem el végezni.
volt, ami ott minden, a művezetétől kezdve, műszaki ellenőrig minden voltam, és aztán ez így ment sokáig. Hétvégén zenész voltam, hétközben pedig a gazban dolgoztam. És amikor aztán eldöntöttem, amikor Rossz frakció megalakult, és eldöntöttük, hogy na, akkor innentől kezdve zenészek leszünk, akkor hát szegény anyám nem élt, de apám azért megkérdezte, hogy kisfiam, aztán meg lehet ebből élni? És mondtam neki, hogy hát egyelőre nagyon szükösen. És utána még nagyon sokáig nagyon szükösen lehetett belőle megélni. Igazából nem is lehetett. Tehát én mindamellett, hogy Rossz frakció az ment és működött, én emellett egy darabig még taxisztam, majd később műszaki rajzokat készítettem, és hát ezzel egészítettem ki a szükös keresetemet. Taxizás közben volt, aki megismert, hogy te a Rossz... Eleinte nem ismert meg senki. Hát akkor nyilván még a Rossz akkor indult csak. Akkor indult, aztán amikor már úgy hírhet lett, akkor már megismertek, akkor abban is hagytam, mert onnantól kezdve mindenkinek, hogy ja, és akkor az mi volt, és akkor mesélni kellett, és mondtam, hogy ez most már teljes egy picit. 1978-ban alakult meg a Rossz frakció, amiben fő tettestársa Drunkos András volt, de nyilván többen voltatok a zenekarban. Ezt jól láttam, hogy a Jorgosz is játszott benne? Vagy később. Vagy később, hogy nem. A Donászi Tibor is játszott. A Donászi Tibor dobolt, igen. Drunkos Sati honnan? Óbert Tibor is dobolt. Tehát az volt igazán, amikor nagyon sikeres volt a Rossz frakció, az volt a felállás, hogy volt két dobos, uh-huh. és köztük volt még egy perkasson, ugye, a Jorgosz. És a Jorgosz mellette még vokálozott is, volt egy gitár, basszusgitár, meg egy szintetizátor. Így ez a felállás volt a nagy siker. Ugye ezt a YouTube-on meg lehet hallgatni ezt az ominózus koncertet is, vagy ezt a tévéműsort meg lehet nézni, amiről legelején beszéltem, ugye ez egy 1 millió fontos hangjegy. Nek volt az 1982. október 23-ai adása, de mielőtt ideérnénk, hogy lőttétek be ti a Rossz frakciónak a stílusát? Tehát, mert ha valaki meghallgatja azt a 20 perces felvételt, akkor azt látja például, hogy fú, hogy azért ez egy ilyen elég sokszínű zenei világ volt. Tehát volt benne egy kis új hullám, volt benne punk, volt benne egy kis alternatív, rockos is volt egy kicsit, tehát volt dal. Igen. Tehát ez hogy állt össze? Igazából... Tehát nem volt tudatos, hogy na most ilyennek kell lenni, hanem lementünk a próbaterembe, az András hozott egy ötletet, és mondta, hogy ez egy ötlet, álljunk össze, csináljuk meg, ő megírja rá a szöveget. És akkor ez gyakorlatilag ez ilyen lett. Tehát úgy alakult ki közösen a próbaterembe a dalnak a végleges alakja. Azt, bocsánat, egy előtte kérdeztem, és elfejtettem végigvinni ezt a kérdést, hogy Drunkos Sati gyerekkori barátok vagytok. Igen, jól tudom. Igen, ez, igen. Ez mit jelent, honnan ismeritek egymást? Ahol édesanyám lakott, ott laktak az ő szülei is, és én minden nyáron anyámnál voltam, és természetesen, hogy előbb-utóbb összefutottunk. És akkor ebből a barátság lett, igen, együtt zenélés. Így van. A Rosszban, ha jól, Drunkos mellett Boros Lajos is írt szövegeket. Bizony, az egyik legnagyobb sikerünket ő írta. Budapest felett az ég volt felhőtlen. Én azon gondolkoztam megnézve, hogy odaugrunk erre a bizonyos, hogy ez egy stadionkert koncertnek volt a felvétele, ahol egyébként játszott, ha jól tudom, a Mini, a Scorpio, Hobo Bluesman. Tehát azért, és lehet látni, hogy iszony sok ember van ott a stadionkertben. És ugye a következő dalokat játszottátok itt, a ominózus fejezetek egy iskolás gyermek naplójából, igen, ha nem tudná valaki állva pisilek és ülve kakálok, tehát ezt így nyilván össze lehet rakni. De azon kívül, mert tulajdonképpen már csak a dalcímek is, mitől megy a villamos, mérges kígyó, feladat, hétköznapi tégla. Igen. Tehát, hogy azon gondolkoztam, hogy ezt hogy a fenébe engedték adásba egyáltalán? Hát ez egy... Számomra is érthetetlen egyébként, azóta is, nem most történt, de eleve az, hogy felvettek bennünket, az már egy olyan dolog, nem is tudtuk egyébként, hogy fel fogják venni. Egyszer kijött a magyar tévé, hát akkor még így ment. Megmondom, felvettek mindenkit, nem? Tehát, hogy Banszak az összes mondja. Igen, mindenkit vettek, és úgy volt, hogy minden szombaton 1 millió fontos hangjelvé, valamelyik zenekar, mentek sorba.
de hogy miért mi következtünk pont október 23-án, ezt mai napig nem tudom megfejteni. Ez szerintem valahol valakinek a tudatossága volt, ugyanis a főszerkesztő, az kint volt Kubában, és nem ő osztott be meg minket. Igen, kisváros, közhely, nagyvárosi lárma, szembekötősdő egy ország mutatványa, ez se pont az a rendszer hűszöveg, mondjuk. Hát, de hát a hétköznapi tégla az, hát az azt például, tudod, hogy azt miért írtuk? Hát rengeteg besúgó jött, és onnan tudtuk, hogy ki a besúgó, hogy általában a gyerekek felvették, mert mivel nem volt lemezünk, szerették volna hazavinni. És hozták a MK29-es magnót, azt vételre állították, és a saját hangszorójával felvették. Hát ez olyan felvételek voltak, most van nálam egy ilyen amatőr felvétel, hogy a hangszóró majdnem kiugrik a helyéről időnként, olyan recsegés ropogás van benne, de hát a gyerekek ott tartották. Most amikor valaki egy ilyen nagyon modern, ilyen kis pici kütyűvel jött, nagyon drága dologgal, és ilyen kis diktafon, és azzal vette, azt tudtuk, hogy na, az is tégla, az is tégla. És akkor mondtuk, hogy írjunk már nekik egy üdvözlő dalt. És akkor az lett innentől kezdve úgy, hogy konferáltam be. Egyébként ennek az volt a címe, hogy Kőműves Rakendról. Uh-huh. És úgy konferáltam be, hogy téglák sorakozó Kőműves Rakendról következik. És nagyon jól tudták, hogy nekik szól, úgyhogy. Uh-huh. Lajos, te hogy emlékszel, ez hogy kerülhetett 82-ben adásban? Tehát emlékszel erre még így lemezgyári emberként? Ja. Tehát Módos Péter külföldön volt, és akkor... Igen. Igen, Bétot László volt a műsorvezető, és Táncos Gábor volt a szemozadásnak a rendezője egyébként. Igen, világos. Igen, hát akkor ez szép együttás volt. Viszont mindemellett, hogy most erről most sztorizunk, azért az elég erőteljesen gondolom lecsapódott a Rolls-nak a pályafutásában. Milyen értek-e retorziók titeket utána, és milyenek? Hát igen, értek. Le volt nekünk kötve november-decemberre 15 előadás akkor, és abból 14-et rögtön lemondtak. Maradt egy... Békés Csabán a téglagyári műfházban. Nyilván ott a téglagyári elkötelezettség a hétköznapi téglák iránt, ez most erősen tényleg volt. Frankon oda engedtek be bennünket. Hát nem is szólt, erősen lepusztult hely volt. Tehát ahogy nevettetek rajta, hát olyan is volt. Szóval amikor megláttuk, akkor nem tudtuk, hogy most sírjunk vagy nevesünk, de hát csak ide engedtek be bennünket. Oké, akkor és akkor szép lassan elsorvadt a zenekar? Vagy akkor igen, és aztán a Trunkost azt betiltották, tehát ő nem léphetett színpadra. És az szerepelt a betiltásában, hogy nem léphet színpadra egy évig, vagy fél évig. És akkor úgy oldottuk meg, hogy nem léphet színpadra, de játszott. Ilyen hosszú gitárkábel volt, és bennült az öltözőbe, és onnan játszott. Ő volt a láthatatlan gitáros? Igen, és a színpadra kitettünk egy fogast, rá egy válfát, és a bőrcsekijét ráakasztottuk. És az volt ott szimbolizálva, hogy az lenne a Trunkosnak a helye, de ő bennült a öltőbe. És a végén mondta, hogy neki ez nagyon tetszik is egyébként, ott kis ital, kávé, szivar, minden, és közben játszott, szóval jó érezte magát. Te egy oldalra néztél, hogy mi van a gitárossal, de minden volt. Igen, tehát őt betiltották, aztán hát utána egyre kevesebb koncert lett, mert mindenütt politikai hitvallás következett, hogy a megyei párbizottságok kiadták ukázva, hogy XY zenekart nem lehet felléptetni. Volt ilyen lista, ilyen fekete lista, mi vezettük, mi voltunk az első helyen. Tehát mi abszolút biztos, hogy semmiképpen ne kerüljünk színpadra. És akkor ezt megunta a billentyűsünk, ő kiment Amerikába, nagybátyához, azóta is kint van. Majd később a szólógitáros, ő is Németországba ment, Nyugat-Németországba. És így szép lassan megölték az zenekart. Igazából a lemez, amit elkészítettünk, azt majd csak 3 év múlva adták ki, addig benn volt a fiókban. Hát de akkor már nem volt zenekar. Akkor már nem volt zenekar.
Ugye 84-ben járunk, 85-ben váltottad te nagy felőt a bikiniben, vagy az ős bikiniben. Hogy te mit csináltál a Rolls és a bikini között? Hát ez szinte egy érdekes sztori volt. Én nagyon ki akartam menni Londonba, de megkérvényeztem az útlevelet, és nem adtak útlevelet, mert nem voltam szocialista ember típus. Tehát hogy mivel nem szocialista embertípus, ezért nem érdemli meg, hogy útlevele legyen. Aztán ez olyan 2-3 havonta megcsináltam. És akkor hát a közben szocialista embertípus, van ilyen, akinek sikerült. Bejavultam egy picit, vagy valami, vagy változott a megítélés. És aztán, amikor már a ketten kimentek és kint maradtak nyugaton, akkor mentem útlevél, és mondták, hogy tudjuk, hogy maga nagyon szeret London, élni. Tessék, itt az útlevele, ne jöjjön vissza többe soha. Konkrétan mondták, hogy maradjak én. És akkor kimentem, hát sok magyarra találkoztam kint egyébként, akik akkor kim voltak, és úgy volt, hogy kimaradok, nem jövök többet haza. Egyszer csak belém nyilalt, hogy miért én emigráljak, miért nem ezek a rohadt kommunisták. És mondom, hazamegyek, és kirók egy-két téglát a falból. És így történt, hazajöttem. És amikor megérkeztem Hegyeshalmon, nézte a katona az útlevelemet. Hát, hogy már több mint 4 hónapja kín vagyok, az, hát 30 napig lehetett kín lenni. Azt mondja, jól látom? Hát mondom, biztos jól látja. Lement, visszajött 8 vagy 10 társával, meg kutyákkal, meg minden. Lerángottak a vonatról, és volt egy kérdésük, hogy mióta vagyok a Secret Service-nek a tagja. Na, vagyis az ügynöke. Ezen gondolom elgondolkoztál egy kicsit, hogy... Nagyon érdekes volt. Aztán refes lettem, nem tudom, hogy tudja valaki, hogy mi az. Rendőri felügyelet alá helyeztek, az azt jelentette, hogy minden héten jelentkezni kellett a Tolnai Lajos utcába. És akkor meglátták, hogy még meg vagyok, megszámoltak. És akkor volt olyan, hogy leültette, hogy üljön oda le, folyosan. Ültem, elmondtam magam, felálltam, hogy elmegyek nézelődni. Maga miért nem ül le? Üljön vissza a helyére. Megint leültem, nem volt senki a folyosón. Akkor már ott ültem 2 vagy 3 órája. Egyszer csak kijött a rendőr rám, hogy maga még mindig itt van, menjen már haza. Na, körülbelül ez volt. És akkor... De akkor te büszke lehetsz magadra, mert James Bondnak néztek, nem? Tehát, akárhogy is nézzük, hogy azt hitték, hogy jössz vissza Londonból, mi más lehet? Hát mi más lehetnék, persze. Na, és akkor megkeresett a Voisi egyszer, hogy kellene neki énekes, hogy lenne kedvem. Hát mondom, persze, hogy lenne. És én javasoltam neki, hogy rendben van, hogy én jövök, de én szerintem még Vallai Pétert is hívjuk el. Legyen billentyű, stb., mert vannak konkrét elképzeléseink. De ő már a bikinibe hívott, és mondta, hogy tulajdonképpen a Ferót kéne helyettesíteni, ha jól értem. Igen. De akkor ez már eldöntött tény volt, hogy a Feró... Akkor már régen nem volt. Hónapok volt, akkor a Rock Színház volt. És akkor én meg közben a Rock Színházban voltam, én meg onnan jöttem. Tehát... Váltottuk egymást, igen. És mondtam neki, hogy 2 feltételem lenne, az egyik az, hogy a Feró által énekelt dalokat én nem éneklem. Ugyanis hát nekem állatira nem állt volna jó, hogyha mit tudom én kiállok, és azt éneklem, hogy lángos képű állat a babám. Szóval tőlem ezt nem hitték volna el, Ferótól elhitték, mert ő egy ilyen fizika. Egyébként ismerte ezt az első 2 ős bikini lemezt, ezt ismerted, vagy meghallgattad? Hogyne, persze, hát, voltál vele? Persze. Na, voltam is kint bikini koncerten, nekem ez tetszett úgy, ahogy volt. Csak én abban nem tudtam volna beleélni magam semmiképpen. Tehát nekem teljesen más elképzeléseim voltak. A Ferónak annyira egyéni előadó stílusa van, amiben olyan, mint egy méretre készült öltöny, és akkor egy más méretű ember megpróbálja magára húzni, és felfestlik, ott nem lehet begombolni, stb. Tehát az nem működött volna. Mondtam, hogy csak új dalokat, azt is elmondtam, hogy milyen stílus szeretnék, milyen legyen nagyjából, és mondtam, hogy ehhez kell egy billentyűs, úgyhogy Gallai Péter pedig Svájcban vendéglátózott,
és akkor onnan haza hívtuk, hogy jöjjön haza. Elkezdtünk próbálni, és elérkezett 1986 nyara, amikor olyan 50%-ba kész volt már a lemez, az Ezt nem tudom másképp mondani album, amikor valaki belekavart a dolgokba, és másnap mondták, hogy le kell állni a lemezfelvétellel, betesszük szépen a fiókba, aztán majd egyszer folytatjuk, mert valami nagyon fontos színészlemezt kell felvenni. És... Hogy ez már stúdióban volt. Igen, stúdióban hát egy lemezgyári stúdió volt, a Rottenbiller utcai igen, stúdió, igen. És akkor ez megszűnt. És akkor emiatt éjszaka dolgoztatok, nem? De hogy? A Dilpert Imre, ő volt a lemezszerkesztőnk, mondtuk neki, hogy Imre, gyere be a stúdióba utolsó nap, amikor még benne lehettünk, és úgy ideiglenesen összekevertünk 4-5 nótát. És mondtuk neki, hogy most üljél le, és hallgass meg, hogy ez tulajdonképpen mind dolgoztunk eddig. Leült, és meghallgatta az első 5 számot, ült, azt mondja, hát gyerekek, ez baromi jó. Hát mondtuk, most akkor mit csináljunk? Azt mondja, hogy hát akkor még úgy volt, hogy este 10-kor bezárt a lemezgyár. Tehát a stúdió bezárt, éjszaka nem történt semmi, volt egy éjjeli őr, és akkor volt egy éjjeli őr, és az vigyázott a stúdióra. Mondta, hogy adjunk valamennyi pénzt az éjjeli őrnek, és akkor... És Kossuthiba dolgozhattok éjszaka. Igen, és akkor minden este kapott 2000 forintot az éjjeli őr, és felmentünk, és ott titokban teljesen fű alatt dolgoztunk. És elkészült a lemez, odaadtuk az Imrének, elvitte, legyártotta, és egyszer csak bum, megjelent a lemez. És azt, hogy jól tudom, akkor az Edda elvitt titeket valamikor egy turnéra. Úgy van. Ez a lemez előtt volt, vagy ez a lemez után volt? Lemez, mert... Kis lemezünk volt akkor, mert 85 őszén megjelentettük, ahogy tizen éltek, és a Szeretlek volt egy kis lemezen. Tehát egy kis lemez volt. Bocs, még akkor a patakék még nem érezték a veszélyt? Tehát nem érezték azt, hogy elvisztek egy riválist magukkal, aki később legalább olyan sikeres lesz, hanem sikeresebb? És akkor 86 tavaszán, márciusban megjelent az album, ezt nem tudom másképp mondani, és májusban volt a turné, az Edda Bikini turné, tehát akkor már kint volt az első album. És ez úgy történt, hogy a Pataki Attila elküldött valakit a klubban, mert volt egy bikini klub a Lágymányos Közösségi Házban, elküldött valakit, hogy nézze meg, hogy mennyien vannak bikini koncerten. Most ez nem koncert volt, hanem klub volt, ahol gyakorlatilag 2x40 percet játszottunk, és igazából közben beszélgetések voltak, meg ilyen, hát egy ilyen zenekar és közönség találkozott. Tehát ez kimondottan a hagyományos klub volt. Igen. És ide olyan 80-100 ember járt körülbelül általában egy ilyen klub összejövetelre. Eljött az Eddának az ember, és megnézte, és mondta, hogy nem veszélyes, nyugodtan lehet mindent. Hát igen. Jön rájuk 100 ember, hát az semmi baj, beszéltem. És akkor elkezdtünk együtt játszani, nagyon-nagyon sikeres volt a turné, kimondottan. Végigjártuk tulajdonképpen az összes megyeszékhelyet, és erre az alkalomra készült a Gyere őrül című dal, azt együtt énekeltük a Pataki Attilával eredetileg. Aztán utána a turné végén a Eddának a dobosa az átigazolt hozzánk, a Hírleman Berci, és ezért a Eddások megharagudtak ránk, és akkor a lemezre már egyedül énekelte fel az Attila. Pont azt akartam kérdezni, én találtam most a neten egy fotót, amin Pataki Attilával együtt vagytok, a 80-as évekre lőttem be a fotót, igen. Neked még ilyen fejpántod igen. Van. Az a lemezborító, a kislemezborító. És az ott a kislemezborító. A kislemezborító, megjelent egy kislemez, a egyik oldalán az Gyere őrült, a másik oldalon Veled vagyok, mindkettőt együtt énekeltük az Attilával. És akkor a kislemezborító hátulján pedig ott volt a turnénak a menetrendje, hogy ikor van leszünk. Ezek szerint gondolom utána már nem turnéztatok az Eddával, hogyha hát, jól sejtem. Megharagudtak ránk. De aztán utána kibékültünk, tehát szent a béke, tehát ez régi dolog. Ez ezer éve volt.
Hogyha valaki megnéz egy Rolls-frakció koncertfelvételt, amit lehet ugye látni a neten, vagyis mondjuk megnéz egy 80-as évek vége felé bikini koncert, azért azt lehet látni, hogy Dénai Lajos színpadi mozgása jelentősen megváltozott a két zenekar között. Hogy ez minek volt köszönhető, hogy már levetközted a Borosféle pantomimes mutatványt, vagy itt már azt éreztétek a Lojzival, hogy itt ide más kell? A második. Tehát úgy éreztük, hogy ide más megjelenés, más viselkedés kell a színpadon. És akkor ez volt neked a természetesebb egyébként, vagy ez jön egyébként belőled, és ez az ugrálós volt inkább? Az ugrálós, ahhoz a zenéhez meg az kellett, mert gyakorlatilag azt mondták nekem, azt a társaim, hogy adjam elő, és hogyha nagyon hisztérikus a zene, akkor legyek hisztérikus a színpadon. Aha. Tehát ha most így fizikailag olyan kondícióban vagy, ezt most is le tudnád nyomni? Bármikor. Tehát a villamost azt el tudod így. Hát ez nem olyan mozgás volt, mint tudom, Michael Jackson, hogy mit tudom én, órákig kell gyakorolni. Teljesen spontán jött minden, úgyhogy. Jó, csak azért kérdezem, hogy az abszolút működne. Ugye a bikini indulásánál van még egy érdekes dolog, hogy amikor elmegy egy korábbi tag, vagy a korábbi énekes jelen esetben a Feró, aki azért egy elég meghatározó figura, akárhol is játszik, akkor azt gondolná az ember, tudod, hogy akkor ott szakítás van minden téren. Ehhez képest Feró jó pár slágereteket később jegyezte szövegíróként, illetve Trunkos András is szövegíróként bedolgozott hozzátok. Ugye ez a Feróval, hogy alakult ez a kapcsolatnak a folytatása, itt nem volt? Nem, nagyon jó viszony volt végig. Az első albumnál ő is, a Trunkos is segítettek bennünket a szövegek megírásának, beleírtak, stb. Például a Mielőtt elmegyek című dalnak én írtam a szövegét. Aztán jött az András meg a Feró nézegette, és mondták, hogy ők beleírnának valamit. És akkor beleírtak a refrénbe, és való igaz, hogy jobb lett tőle. Uh-huh. És mondták, hogy bánom-e. Mondtam, nem, nekem így nagyon tetszik. Tehát nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Nem, egyik őkkel sem volt soha semmi problémánk. Tehát a Feró nem, tehát nem veszekedéssel váltak el. Ő egyszerűen megmondta annak ide a bikinibe a többi tagnak, hogy ő most elmegy a Roxyházba, ott neki tervei vannak, mert a Hamletet meg akar csinálni, ilyen pankos, új hullámos Hamletet akar belőle csinálni. Mármint a lemezzel? Igen, ez a lemezgyári vélemény. De az előadás az nem bukott, nem? Tehát az is bukott, igen. Jó, akkor ez már csak a múlt megszépíti az emlékeket. Tehát azon a Feró átment oda, én pedig a Roxyházba játszottam, és hát hogy valamit kellett, nem volt zenekarom, hát, de mondom, mégis ne kelljen elmenni könyves mellé, segédmunkásnak inkább maradok zene közelbe, és akkor a Roxyházba ott játszottam egy-két darabban. Egyébként a Feró dicséretre mondva, hogy tulajdonképpen olyan dalokat írt, amelyik neki nem álltak volna jól, neked meg szerintem jól álltak, nem? Igen, tehát azért ezek igen. Most ezt nem tudom másképp mondani, miért elmegyek, Fagyi, megüssem vagy ne üssem, nehéz a dolga. Tehát itt ebből egy csomó jó pár dal van, pláne a líraiak, azok szerintem a Ferónak sehogy se álltak volna, nem? Vagy ezt már rád gondolva írta, vagy bent, hogy hát a te fazonod? Ezt nem tudom másképp mondani, az a szeretlek. Igen. Annak én írtam a szövegét. Abba is beleírtok egy-két szót. Mert azt a Feró magáénak tudja, csak úgy igen? Mondom neked, igen, ezt egy hát, interjúban. Nézd, ennyi idő után megfakul a memória. Hát az egy-két szó volt, de azok milyen fontos szavak, amiket beleírtak. Igen. Hát van egyébként olyan, hogy beleír egyet, és attól lesz jó. De lehet, hogy attól lett jó. Hogy de akkor ezek szerintem a Feró ebben ügyes volt, hogy tudott más karakterben is gondolkozni. Igen, másrészt viszont a zene már adott volt, mert azt már a Németh Alajos megírta. Tehát ahhoz a zenéhez már ne, hát hogy mondjam, tehát az már valamire kötelez általában egy szövegírót. Amikor meghallja a zenét, akkor már körülbelül az a zene az már elmesél neki valamit, hogy erről az egészre, hogy körülbelül minek kellene lenni.
Én 86-ban érettségiztem, 87-ben voltam katona, tehát ebben elég élénken emlékszem erre a periódusra, és ugye 86, 87, 88, 89 sorban jelentek meg lemezeitek, és szemtanú hitelességével állíthatom, hogy iszonyú menők voltatok. Tehát gyakorlatilag emlékszem a laktanyában mindenki bikinit hallgatott, meg tehát egyáltalán az egész korszaknak egy ilyen meghatározó zenéje van, volt. Tehát szerinted mitől robbant be ez akkor? Mit hozott a bikinit a 80-as évek közepe után? Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Paul McCartney egyszer megkérdezték erről, hogy mondja már meg, hogy mi a sikertitka. És akkor, mint klasszikust idézem, a megfelelő zenét a megfelelő helyen, megfelelő időben, a megfelelő közönségnek el kell játszani. Az lesz a siker. Tehát azt mondom, hogy pont jókor jöttünk, jókor voltunk jó helyen. Tehát pont jókor jöttünk, mert az embereknek pontosan ez kellett. És mi pont ezt tudtuk adni. Volt egy, tehát vissza tudsz idézni egy meghatározó pontot, hogy mondjuk ugye mondtad a Lánymensi műfázas klub koncerteket, ahova nyilván gondolom először 20 ember ment, aztán 50, aztán 100, aztán 200, aztán sokkal többen oda nem fértek be. Tehát amikor egyszer csak észrevettétek, hogy hoppá, ott áll a színpad előtt több ezer ember? Igen, igen. Ez 86 őszén volt, amikor le voltak, az Ori kötötte a koncerteket. És le voltak kötve koncertek, hogy mit tudom én, 8 órától játszik a bikini. És akkor feltelefonáltak előtte levő nap, vagy még aznap, hogy úgy induljon a zenekar, hogy hamarabb jön, mert még egy előadást kell játszani előtte. Minden egy elkelt, és még egy ház elkelt. Ugyanottak. Ez egyik napról másikra hirtelen ez lett, és a rádió pedig a mielőtt elmegyeket játszott. Tehát akárhova tekertük, valahol mindig szólt ez a dal. És nagyon érdekes volt egyszer, hát pontosan ez 86 össze volt, mentünk koncertezni Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, soha nem felejtő, ez a Vaja nevű községen volt. És ahogy mentünk a mikrobuszból, láttuk, hogy mindenhonnan emberek jönnek. Ilyen ünnepből beültetett emberek, és ilyen, voltak ilyen kis sámlit hozott magával, meg székeket hoztak, meg kempingszéket, és úristen, mi lehet itt ebbe a faluba, hol mennek? De kiderült, hogy a koncertre jöttek. Ünnepőben? Igen. A koncertre jöttek, és azért hozták a széket, meg a sámlit, mert tudták, hogy hátul fognak állni, és akkor arra felállnak. És ez tényleg így történt, tehát egyszerűen annyi voltak, az egész település ott volt, és mi alig tudtunk bemenni egyszerűen a műfázba, mert egyszerűen már nem fér be jó formán senki. És ez innentől kezdve szinte mindenütt így volt. Hát olyan volt, hogy mentünk, Dunántúla volt valahol, és mikor a második album megjelent, amin az Adj helyet magad volt, a Mondel című album, és Dunántúla mentünk valahol, és megálltunk valahol egy étteremnél meginni valamit, valami ütőt vagy sört akármi. Bementünk az étterembe, és egy nagyon bizarr összetételű zenekar volt. Volt egy szaxofon, egy tangó harmonika, meg egy dob. Hát el tudjátok képzelni, hogy körülbelül milyen hangszerelés lehet ezzel erre a három hangszerre. És elkezdték játszani az Adj helyet magad mellettet. Szaxofonon, tangó harmonika megkísérte. Hát ez már a siker. Megláttak bennünket, és egybe elkezdték játszani az ezet, és akkor vigyorogtak, hogy állati jó dal. Ugye a siketekben egyébként szerintem nyilván a jó dalok mellett egy picit az akkor népszerű videoklipek is belejátszottak. Egészen biztos. Hogy nagyon karakter, tehát nagyon karakteres egyéni videoklipjeitek voltak. Emlékszel rá, hogy ki találta ki? Nem néztem utána be valami szerint, hogy ki rendezte a klipeket. Hát, te emlékszel, Lajos? Aha. Igen. Volt. Igen, volt. De hogy azok, ugye ott volt benzinkút felrobbanástól kezdve, volt ott minden. A Márkus volt. A legtöbbet ő csinálta egyébként. Aha. Főleg az elsőket. Mert azok ilyen nagyon meghatározók voltak. Volt az a szép lány, aki mindig ott elgondolkozva sétált, igen. Megnézett. Igen. Igen, mindenki azt hitt, hogy a feleségem. Igen. Igen? Igen. De ki volt ő, nem tudjuk majd. Nem hát az őt is a Márkus Józsi hozta. Mondta, hogy... Gondolom, ezt sokan megkérdeztétek tőletek.
az úgy történt, hogy felmentünk egy terembe, Óbudán forgattunk, és azt mondja, hogy lesz egy ágyjelenet, és azt mondja, majd hozok egy lányt. Jó. Hozzá. Te ilyen megengedő típus volt, nem mondtad, hogy jó, hát meg is. És megjelent ezzel a hölgyel, és mondta, hogy bemutat, meg feküdjetek be az ágyba. Ez az agy helyett volt, nem? De éppen ez a lány szerintem több klipben is. Nem tudom, igen, nem tudom másképp mondani. Igen, de szeretleknek volt a klipje, igen. Ott volt, amikor felrobban a pohár, meg stb. De szerintem ez a kislány több klipben is volt, nem? Az a lány a katonában is benne volt. Katona, igen, azért mondom, hogy többen is. Többen is benne volt. Lényeg az, hogy olyan, hogy befeküdtünk az ágyba, így felöltözve, ahogy voltunk, és akkor az látszik a klipben, ahogy én oda teszem a kezem valahogy az ő kezére, és meg megfogja, és így elveszi. Tehát ez volt az ágy jelenet. Igen, nem mondani túl intenzívnek. Mit akartál hozzátenni? Bocs. A korszaknak egy ismert manökenje volt. Igen, manöken volt. Igen. Egyébként később úgy találkoztam vele újra, hogy akkor már a cipőnek a felesége volt. Aha, na, azt nem is tudtam. Igen. És az láncreakciót indított el? Ez így történt. Ez egy valami használaton kívül áfor kút volt, nem? Hát ez igazi kút volt, nem? Nagyon érdekes volt ez a történet. Kinn a Pilisben volt egy lőtér, egy katonai lőtér, és ott felépítettük, megvette, a Mákus Józsi megvett valami ócska telepen ilyen, egy komplett benzinkutat. Ja, és akkor ott a statiszták azok, tehát a munkások felépítették rendesen a benzinkutat, és utána az egészet aláaknáztak és felrobbantották. Azért elképzelem, ma melyik zenekar tudná ezt megengedni magának, hogy felépít egy benzinkutat és felrobbantja. De hát nyilván akkor még véletlenül a lemez bizniszben meg sokkal nagyobb pénz volt. Igen. Jut eszembe, ti hogy kerestetek például ebben az időszakban? Nem a zsebedben akarok turkálni, ne ilyes félre, de hogy azért az életszínvonalatokon is éreztétek, hogy rabul a helyzet? Az életszínvonalom az 100%-kal megemelkedett, mert innentől kezdve bementem az étterembe, és egy komplett menüt meg tudtam rendelni magamnak. Korábban csak olyan volt, hogy kérek egy galuska köretet feltétlenül, vagy kérek egy adag sült krumplit. Tehát ilyen csapkodások voltak. Nem, itt most már úgy be tudtam menni, és tehát megrendeltem valamit, és hát ki is tudtam fizetni. De hát azért el kell mondani, hogy olyan túl jól nem fizettek bennünket. Tehát a royalty is csak később, a jogdíjak is, hát csorogtuk, csepegtek, tehát ez nem volt egy komoly. Tehát amikor az amerikai barátom meglátta az aranylemezeimet, meg a platina lemezt, meg a gyémánt lemezt, hát akkor azt mondja, hogy hát, ha Amerikában érted volna ugyanezt, akkor nem a lakásodon beszélgetnénk, hanem a szigeteden. Hát igen, azt mondom, a Mondelből csak 300 ezer kellett el, hogyha... 600 ezer. Hát első lépésben, aztán utána... Összesen a Mondelből 600 ezer kellett el. Mert utána megjelent CD-n is, meg nem úgy hagyja. Azzal együtt. Ugye 86-88 környékén az emlékeim szerint az összesen kek, hogy hívták ezeket, popmatch gálán titaroltatok, tehát hangszeres kategóriában, énekes kategóriában, stb. Ti befelé ezt hogy értétek meg, hogy egyszerre hirtelen ekkora királyok lettetek?
Mi nem értünk rá sütkérezni egyébként, elmondom őszintén, ugyanis a lemezgyár azt akarta, hogy minél sűrűbben adjunk ki lemezt, tehát akár évente kettőt. Az országos egyet azt hoztátok is. De igen, azt hoztuk. Az országos rendezőről meg azt akart, hogy minél többet koncertezzünk. Volt olyan, hogy évi 120 koncertet játszottunk, most belegondolunk, hogy 365 nap van egy évben, és ebből 120, hát gyakorlatilag minden harmadik nap, minden harmadik nap koncert volt. Volt úgy, hogy elindultunk Nyíregyháza felé, és valahogy Sopron felől jöttünk vissza, mert közben megkerültük az egész országot. És bizony volt olyan, hogy nem voltunk egész nap a lemezgyárban, ott dolgoztunk, utána odajött a mikrobusz, beültünk, elmentünk koncertezni, és éjszaka visszahozott bennünket a lemezgyárba, és nem hazamentünk aludni, hanem folytattuk tovább ott, ahol abba hagytuk. Egyébként ez a hajszal, ez tényleg ez tartott egészen 1991-ig, és gyakorlatilag nagyon sok feszültséget szított a zenekaron belül, nagyon sok, tehát hogy mondjam, a fáradtság, meg az állandó hajsza, ez Megadom, többet voltatok egymással, mint a családotokkal. Igen, és időnként nem értettünk egymást. Tehát tulajdonképpen, hogy 92-ben leállt a zenekar, ennek is köszönhető. Volt a Bikinnek akkoriban menedzsere, vagy ki intézte az ügyet? Hogyne volt. Már úgy hívták, hogy Markó Árpád. Országos rendező irodának az egyik koncert menedzsere volt, és hát ő konkrétan velünk foglalkozott. Tehát ő volt a felelős azért a rengeteg koncertért. Igen. De egyébként lehetett nemet mondani? Tehát lehetett volna azt mondani, hogy na már pedig akkor mi nem akarunk 120-at játszani egy évben, csak 80-at? Nem lehetett volna. Hát ez a Omega együttes, és mikor annak idején kint volt Londonban, és akkor hazatelefonáltak, hogy ők még maradnának kint, egy kicsit még játszanak, mert csomó meghívásuk van Londonban. Akkor visszatelefonáltak nekik az Oriból, hogy holnap reggel üljetek gépre, föltétlen, mert este már Jászberényben kell játszani. De ez így volt. És tehát nekünk azt mondani az orvosnak, hogy köszi szépen, most ezt nem kérjük, hát az lehetetlen, aztán nem lehetett. Márki klub helyett Jászberény, hát meg is nem olyan. Nem. Ez is egyfajta perspektíva jut eszembe. Nektek még kijutott az ilyen baráti országokban való koncertezésből, ugye ez már a szocializmus vége felé járunk. Igen, a baráti országok közül Prágában játszottunk, aztán Moszkvában kétszer is. Az na, és Moszkvában hogy fogadták a Bikinit? Nagyon szerettek bennünket. Ott akkor szesz tilalom volt, de azért megoldottuk, hogy szereztünk vodkát, és az orosz fellépők azok mindig hozzánk jöttek, és mindig mutatták, hogy 100 gram, kértek egy deci vodkát, 100 gramnak hívják ők, és akkor hát egy ilyen, legelőször, ha kimentünk, akkor baráti országoknak a küldöttségei koncerteztek, illetve voltak nyugatiak is, meg voltak franciák, meg angolok, és akkor ez egy ilyen fesztiválszerű dolog volt, és azt mondta a rendező, hogy akkor most lemegyünk az alaksorba, és ott mindenki gurít egyet a tekegolyóval, és aki több bábút leüt, az lesz az utolsó, aki a legrosszabbú teljesít, az fog kezdeni. Csodálatos. És akkor én mondtam, hogy én nem tudok bowlingozni, mondtam, hogy a zenekarnak, én nem megyek. Mondtam, de menjél, mert nekik itt van valami fontos dolguk van. Elmentek a drinkbárba szerintem vodkázni, és engem meg leküldtek a pincébe. Korábban is soha nem bowlingoztam, és mondták, hogy bele kell dugni az ujjamat abba a lukba, és akkor úgy meg kell újítani. És én beledugtam, és fordultam kettőt, mint a diszkoszvető, elrepült a golyó, és a rendezőt ágyékon vágtam vele. Mondanom se kell, hogy mi kezdtünk. Te nyertél, csak igen, csak kicsit másképp. Ugye a Bikinének arról is híres, hogy
hogy Erdély mint helyszín nagyon fontos nektek, illetve rögtön a romániai forradalom után 1990 februárjában játszottatok is két emlékezetes koncertet Temesváron. Hogy kerültetek oda, kinek az ötlete volt ez? Mert igazából szerintem ott az első magyar fellépők lehettetek a forradalom után. Igen, nagyon érdekes volt, mi akkor éppen a második moszkvai koncertről jöttünk haza decemberben. Ez az Ágyékos volt, vagy ez nem az Ágyékos? Ez már második volt. Itt televízió felvétel volt, meg sportcsarnok koncert, tehát nagyon jó volt. Illetve szerettek volna kiadni egy bikini lemezt angol nyelven, de akkor már nem sokára széthullott a Szovjetunió, és lőttek mindenfelé, úgyhogy abból nem lesz semmi. A lényeg az, hogy jöttünk haza, akkor Moszkvában senki nem tudta, hogy mi történik Temesváron. Tehát ott se a rádió, se a tévé, semmit nem volt belőle. És amikor felültünk a moszkvai repülőtéren a Malév gépre, akkor ott már volt magyar újság, és akkor elkaptunk egy újságot, hogy na, mi újság otthon, és hoppá, első oldal ott van, hogy Temesvár. Forradalom, stb. És végigolvastuk, és akkor nekünk 23-án volt egy koncertünk, december 23-án volt egy koncertünk a Petőfi csarnokban, és hát nekem emlékezetes, mert ott repett el a bokám, és beleestem a zenekari járókba. De koncert közben, vagy még? Hát a hangpróba közben. Ugyanis a technikusok a hangpróba közben kipróbálták, hogy a füstgép az hogy, meg nem tudom, tudja, hogy valaki, hogy a füst az honnan keletkezik. Hát az tulajdonképpen elporlasztott olaj. Tehát azt, hogyha befújják a színpadra, az olyan, mint hogyha oda mennék egy ilyen rosszul működő dízelautóhoz, és jó, szippantanék a kipufogójából. Hát ez pontosan ugyanilyen. Na most ez a füstgép, az kicsit ereszt is, és akkor így csöpög az olaj, és ilyen linoleummal be volt borítva a színpad, és rajta az olaj. És én ott a mikrofontól tettem egy lépést előre, hogy meghallgassam, hogy kint hogy szól. Azt nem kellett volna, azt a lépést, mert onnantól, mint a korcsolyával, megindultam előre le a színpadról, és be a zenekari járókba, és szerintem senki nem tudja, mert senki nem nézett be. A zenekari járókba így ilyen vas rudak voltak így keresztbe állítva, az támasztotta a közönségnek a kordonját. Igen. És én az egyik ilyen rudra ráestem. Bedagadt a lábam, koncert után ilyen zsillettel vágtuk le, mert nem tudtam levenni semmiket. A lényeg, ez mellékes volt, de közben a öltözőbe szólt a televízió, be volt kapcsolva, és végig mentek a temesvári események, és akkor mondtuk a Markó Árpádnak, hogy na Árpi, akkor utazzál ki Temesvárra, és kössék oda nekünk egy bikini koncertet. És a január elején már kiutazott, és úgy jött haza, hogy meg is van kötve minden, és hogy milyen pénzbe akarjuk ezért meg csak lejben tudnak fizetni, és a legnagyobb címlet az a 100 lejes, és ehhez körülbelül két ilyen nagy ruhás kosár kell hozzá, hogy elhozzuk azt a rengeteg pénzt, de elhozhatjuk, de Magyarországon nem váltja senki, úgyhogy ezt csináljunk vele ott valamit. Aztán az lett, hogy felajánlottuk a Temesvári Filharmóniának az újra építéséhez, mert megrongálódott a forradalom alatt, és gyakorlatilag mondtuk, hogy... Két nagy koncert volt, meg egy nyilvános főpróba, ahova egyetemistákat hívtuk meg. Aha. Tehát tulajdonképpen szombat-vasárnap volt a koncert, és pénteken a nyilvános főpróbára ott az egész egyetem, mindenki ott volt. Korábban említett, és ebből ugye a lemez is lett meg. Hát igen, ezt felvettük a lemezre, minden, nagyon érdekes volt egyébként, mert az első koncert előtt egy román tiszt, Zsudescu őrnagy, úgy hívták, de nagyon jól beszélt magyarul, és az behívott engem az irodába, és mondta, hogy ők most mindenkit meg fognak motozni. Úgy jöttek be, úgy ment a beengedés, hogy ilyen sorfalat álltak a katonák, és akkor sorban mindenkit megmotoztak. És azt mondja, most mindenkit megmotoznak, de mégis előfordulhat, hogy milyen rengeteg fegyver, meg robbanóanyag van közkézen, előfordulhat, hogy valaki behoz valamit. És hát ő csak figyelmeztetni akar engem, hogy egész este én leszek a legjobban megvilágított célpont. Jó kedvű koncert lehetett, gondolom oldottan mozogtál utána. Tehát felmentem a színpadról, nem tudom, persze.
De hát nyilván az egy ilyen elég speciális történelmi helyzet volt mondjuk ott, tehát nyilván ez mondjuk érthető volt az ő aggodalma is. Igen, és akkor ezt felvettük a lemezre, illetve készült belőle egy 30 perces film angolul, és ezt egész Európába lejátszották, az volt a címe, egy Temesvár Sunday. Volt egy magyar verziója is neki egyébként, tehát magyar tévést össze lejátszotta, és a lemez, pedig a koncertlemez, amit kiadtunk, az Temesvári vasárnap volt, és ez volt az első külföldi lemez, amit Romániában legálisan lehetett venni, de aki tehette, mindenki megvette, és ennek következtében szeptemberre visszahívtak bennünket egy 30 előadásos turnéra, ahol hát gyakorlatilag 32 napig kint voltunk Romániában, illetve Erdélyben, de nem csak a magyar városokban, hanem kimondottan román lakta városokban is. Tehát Dél-Erdély, például Déva, ahol mindössze 10% magyar él, ott is játszottunk. Onnan tudtuk, hogy ki a magyar, azok előálltak, a románok meg hátrébb. De azért, hogy ott voltak, ők is eljöttek. Kíváncsi lennék, hogy ma mennek-e románok-magyar koncertre, és fordítva persze. Hát ez nagyon kalandos. Az a turné az roppant kalandos volt, mert olyan dolgok történtek velünk, hogy például az első egy koncert az Marosvásárhelyen volt, és ott minden rendben volt, jó volt, a szálloda, a fűtés volt a szállodában. A második hely az pedig Gyergyószent Miklós volt, és ott pedig a Jégszínházban koncerteztünk, ami, hát mint a neve is mondja, jég volt benne. És mondták, hogy ott kell benne a jégen játszani, hát mondom, jégen énekelni nem igazán jó. Mondták, jó, felteszed meg, és úgy, mint itt, ilyen erkély volt fent, kettő, és oda felraktak bennünket az erkélyre, és szállodában pedig nagyon hideg volt. És oda mentem a recepcióhoz, és mondtam, hogy a négyes szobában lakom, egy kis fűtést lehetne ráadni, mert nagyon hideg a radiátor. Elkezdett nevetni a recepciós, majd kihívta a többieket is bentről az irodából, hogy gyertek már ki, ez az ember fűtést akar kérni. És akkor álltam, nem értettem, mi a baj, és mondták, hogy honnan jöttem. Hát mondom, Budapestről. Ja, hát úgy könnyű. Hát mondták, hogy menjek hátra, nézem meg a kazánt. Hát mondta, hogy körülbelül 6 éve nem működik. De a szálloda az attól ment. Persze, tehát ott, és akkor nekem volt egy ilyen kis merülő forralom, hogy tudjak teját készíteni magamnak, és megtaláltam a megoldást, mert bármerre mentünk Erdélybe, minden szállodában volt padlóváza. Virág nem volt benne, semmi, nem tudom, mire használták egyébként, de mindenütt volt padlóváza. És azt elengedtem vízzel, beletettem a merülő forralót, mikor elmentünk koncertezni, és amikor este megjöttünk koncert után, már jó meleg volt, és az klasszul melegített. Akkor azért feltaláltátok magatokat ezek szerint. Említetted korábban, hogy mi vezetett a Bikini 92-es leállásához, fáradtság, túlhajszoltság, stb. 92 és 97 között nem működött a zenekar, neked ekkor megjelent egy szólólemezed, illetve aztán 98-ban még egy, és ott volt egy kísérlet a Rolls feltámasztására? Vagy az tulajdonképpen igazából... a Trunkossal elkezdtünk játszani, és igen, D-Nagy és a frakció néven. Igen, el is készítettünk kettő lemezt. És ilyen kísérletező jellegű lemezek voltak, úgy kipróbáltuk magunkat, hogy kicsit másféle stílusban is. Én nagyon szerettem azt az időszakot is, mert nagyon érdekes volt. Jó emberekkel játszottam, például a Billentyűsön, az Mihály Tamás volt az Omegából, és egy fantasztikus zenész, nagyon-nagyon jó zongorázott. Tehát időnként más zenészekkel jó együtt játszani, ez most is megvan például. Tehát azt mondom, hogy mióta az embernek monotonná és gépiessé válna az, amit csinál, ha már az az ember a művészeti vonalon mozog, akkor időnként meg kell próbálnia magát más közegben is, más zenészekkel is. Ezt Freddie Mercury is mondta, Paul McCartney is szintén, mindkettőnek nagyon sokat adok a szavára, akik szintén időnként más zenészekkel elkezdtek játszani, és más zenészekkel is csináltak lemezeket, mert azt mondták, hogy így megmenekülnek attól a veszélytől, hogy gépiessé válik, monotonná válik az, amit csinál. Én most készülök egy szólólemezre, elszántam magam, évek óta már
mindenki azt mondta, hogy csinálj már egy szólólemezt, hát miért nem, hát olyan régen volt már minden. Nincs ötlet, de rengeteg ötlet van, és aztán két hónap ezelőtt elkezdtem, megírtam egy dalt, illetve bocsánat, régebben, mert ez még decemberben, és decemberben egy szóló koncerten el is játszottam. De ez az akusztikus verzió? Igen, igen, olvastam, igen, jól, igen, igen. És ez nagyon tetszett a közönségnek. És akkor te írtad a zenét, meg a szöveget is? Igen, a zenét és szöveget is, komplet, igen. És akkor elhatároztam, hogy elkezdeni írni a dalokat. És akkor megírtam, most már három dal van kész, már a negyediken dolgozom. Júniusban megyünk stúdióba, felveszünk kettőt vagy hármat, és aztán így, ahogy készülnek a dalok szép sorba. Szerintem jövő nyár végén vagy őszelején lesz kész annyira, hogy megjelenjen, de hozzáteszem, hogy augusztus 3-án lesz egy szóló koncertem, ahol ezek a zenészekkel, akik most mellettem vannak, velük egy koncertet játszok. Számomra az a címe, de nem ez a hivatalos verzió, hanem a hivatalos verzió az az, hogy volt egyszer egy ifi park, mert a Várkert bazárban lesz a koncert. Számomra pedig ennek az első dalnak a címe, tehát az a koncertnek az Ars Poetikája, hogy minden, ami volt, és utána zárójelbe kisbetűvel, és minden, ami lesz. Egyébként, ha jól értem, akkor ennek az a motivációja, hogy a bikini mellett meg ne bántó, hogy ne rozsdásodj be, tehát hogy érjen új impulzus. Igen, 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 igen. Ugyanis amikor együtt zenélünk, bárki, tehát amikor zenészek együtt zenélnek, óvatatlanul mindig tanulnak egymástól. A legprofibb, a legtanultabb zenészek is mindig tanulnak egymástól. Mindig valamit, éri őket valami, ha más nem, akkor valami inspirációt kapnak a másiktól. És ez nagyon-nagyon sokat jelent annak, aki nem csak gépiesen le akar játszani valamit, mint egy zenegép, hanem alkotóművésznek tartja magát. Ugye 97 óta tart a bikininek a, hát ez nem is tudom, a hetedik szakasza, vagyok veled a második szakasza, amik vegyük az ős bikinit külön a Feróval. Te hogy érzékeled, ugye ma azért elég sok zenész, ha nem is panaszkodik, de ugye azt mondja, hogy hát hogy amiben vagyunk éppen a jelenben, az nem éppen a rockzenének kedvező periódus. Tehát most inkább a hip-hop megy, a rap, az elektronikus zenék, most a fiatalok körébe. Nyilván rátok gondolom egy sokkal vegyesebb generáció jár. Igen. És pont a beszélgetés előtt mondtad, hogy hány koncertetek volt most? 80, vagy mennyit mondtál? Mert egészen horror számot mondtál. Április 30 és október 23 között 87. Hát akkor gyakorlatilag ebben a tempóban meg lenne az a 120 is. Hogyha, igen, hogyha 6 éve is játszanak egyfolytam játékre. Szóval te hogy érzékeled, hogy mennyire, most hol, milyen a rockzene nimbusza, tehát hogy ti mennyire, mit érzékeltek a koncerteken? Én azt vallom egyébként, nem csak zenében, hanem ha, mit tudom én, egy téglafalat szeretnék megépíteni, akkor is azt mondanám, hogy hosszú távon a minőség kifizetődik. Tehát ha valaki minőségi munkát végez, egy idő után azt kifizetődik meg, az emberek tudják, hogy ezektől mindig ugyanazt kapom, mindig ugyanazt a minőséget, és soha nem fog benne csalódni. Éppen most voltunk egy Békés megyei községben vasárnap, és ott elmondták, hogy tavaly volt egy zenekar, nem mondom meg, hogy ki, és ilyen verekedés tört ki. Benne voltak a zenekarnak is talán tagjai, nem tudom pontosan, mert nem ecsetelte, de mondták, hogy olyan rosszá ízzel mentek haza a koncert után a közönség is, meg minden, gondolom a zenészek is, hogy tehát nem volt egyébként egy olyan frankó. Tehát azt mondja, hogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy kit hívnak meg, mert hát panaszkodó is azt mondja, hogy időnként meghívnak valakit, és aztán csalódnak benne, és aztán meghívnak egy másikat, abban is csalódnak. És én azt hiszem, hogy minden koncertre úgy megyünk el, hogy nagyon örülnek neki, és mondják, hogy amikor lehet, újra visszahívnak bennünket. Tehát akkor ti ritkán verekszetek egymással és a közönséggel. Nagyon ritkán. Igen, ritka. Eddig még nulla alkalom volt. Azt is olvastam, hogy itt beszélgetés végén felé beszélünk még egy picit a zenén kívüli világról is, hogy fordítasz, vagy tervezed, hogy mit fordítasz? Igen. Hát én tulajdonképpen tavaly előtt nyáron történt, hogy nem, régebben, 5 éve.
kezembe került, külföldön nyaraltam, és ott a szállodában kezembe, ott van ilyen könyvcsere, tehát changing books. Tehát ha elolvastál egy könyvet, akkor beteszed a polcra, és kivesz egy másikat, és elviszed. És akkor majd valaki ezt is elolvassa, beteszi, tehát hozzák viszik a könyveket. Ott volt a szállodában a polcra egy könyv, és elkezdtem olvasni, és roppant izgalmas volt, angol nyelven, az a cím, hogy a kalóz. És befejeztem, elolvastam, és akkor a barátaimnak meséltem, hogy miről szól, meg mi van benne, minden, tehát teljesen napi, a mai napról szól az egész, ilyen dzsihadisták, fegyvercsempészek, kábítószercsempészek, mit mondjak még, kínai rádok, tehát benne van mindenki. Roppant izgalmas az egész könyv, érdekfeszítő, és hát mondták, hogy fordítsam le. Hát tehát lefordítani nem nagy dolog, de leírni, az sokáig tart. És akkor kipróbáltam, lefordítottam az előszót, nagyon gyorsan ment, és akkor mondom, jó, lefordítom nektek, olvassátok el. Lefordítottam, barátaimnak elküldtem, fú, ezt ki kell adni. És akkor keresünk kiadót. Két kiadóval tárgyaltam, mind a kettő azt mondta, hogy nekik nem vág bele a profilba, elolvasták, mondták, hogy jó a fordítás, a lektoruk megnézte, jó az egész könyv, de a profilba nem, és végén egy kiadó azt mondja, hogy őket érdekelni. Elküldtem nekik az anyagot, és utána mentek, ez a Falconer nevű író, az övé a könyv, és az a baj, hogy megkérdezte a kiadó, az angol kiadó, hogy miért a hetedik könyvét fordítjuk le az írónak. Mondhattam volna, hogy hát azért, mert azt találtam meg a polcon. Ez volt a hotelben, igen. Mert azt mondja, ők csak ahhoz adják a nevüket, hogyha, tehát akkor jegyeznek vele, hogyha az elsővel elkezdem, és akkor, tehát hogyha akkor lehet kiadni ezt a hetedik könyvet, ha az előtte levő hatot lefordítom. Köszönöm. És azt mondja a kiadó, hogy ők nekik tetszik, nekik is a fordítás, meg tetszik a stílusom. Mi lenne, hogyha fordítanék nekik, de egy más könyvet. Uh-huh. És akkor elküldték nekem a könyv címét, megkerestem, beleolvastam, roppant izgalmas és érdekes, és azt mondtam, hogy akkor működjünk együtt, de közben elkezdődött a nyári turné, úgyhogy most így turné közben nem nagyon írnám, de ahogy vége lesz, akkor nekilátok. Majd a téli szünetben. Pihenésképpen lefordítom akkor. Ha jól tudom, 3 gyereked van. Igen. Ezt jól tudom. Fog valamelyik követni téged ezen a pályán? Vagy mik a megérzéseid? Hát a nagy lányom, ő nem, ő az LT-re jár, egészen más vonalon mozog. A kisebbik lányom az zene közelben van, ő diszkózni szeret. Ő saját magának állítja össze a slágerlistákat, meg persze nekem, és mikor együtt autózunk, akkor mindig játsza nekem. Nagyon jó egyébként, mert mindig a legfrissebb dalokat meghallgatom, és ezáltal le tudom mérni, hogy a mai 18-19 éves fiatalság mit hallgat. Tehát ez egy roppant jó dolog számomra. A fiam, ő az izgalmas, nagyon érdekes, mert ő annak idején, amikor kicsi volt, azt mondta, hogy apa, engem csak 3 dolog érdekel az életben, a zene, az autók, meg a lányok. És az autó, meg a lányok, az most is érdekli. A zene hát elkezdett dobolni, de sokat kell gyakorolni, az a baj. Tehát, ez ilyen, igen. Igen, sajnos. Én mondtam neki, hogy akármibe fogsz bele az életbe, tehát teljesen mindegy, hogy valami szakmád lesz, zenész leszel, vagy tanítani akarsz, bármi. Akármibe akarsz belevágni, a tanulás folyamata kikerülhetetlen. Tehát ez egy törvényszerűség. Tehát ahhoz, hogy jól doboljál, azt meg kell tanulni. Sajnos ez a mai nemzedék hajlamos arra, hogy mit tudom, hogy kezébe vesz egy gitárt, és azt mondja, hol kell megnyomni, hogy szóljon. Tehát ez a, hogy
mit lehet vele csinálni, hogy megszólaljon. De hát mindig elmondom, hogy ez nem számítógép, nem tablet, ez egy gitár, egy hangszer, meg kell tanulni, hogy melyik hang hol van rajta, és aztán hogy lehet összekapcsolni ezeket a hangokat, és aztán szépen haladni elő a kezdetektől valameddig. Ha nincsenek meg az alapok, akkor hát a zenében az egy roppant nagy tragédia. Én azt szoktam mondani a tehetségkutató versenyen is a fiataloknak, hogy az rendben van, hogy ti palotát építetek, de hát nincsen alapja neki. Tehát kész a háznak a teteje, és onnan kezdjük építeni, az nem megy. Tehát amikor bálokat játszottam, és jártuk az országot, és éjszakánként 6-7 órát zenéltünk, és minden héten meg kellett tanulni 10-15 új világslágert, ahhoz, hogy frissek maradjunk, és ott tanultuk meg a szakmát. Úgyhogy már kezünk, lábunk fájt hajnalra, nem is fizettek meg bennünket rendesen, és hazafele volt, hogy meg kellett állni az autóval, mert elaludtam volna. És így tanultuk meg a szakmát. Hogyha valakit behívnak a stúdióba, és azt mondják, hogy már holnapra világsztár lettél, és az illető el is hiszi. Hát, volt egy tehetségkutatón feltűnt fiatalember, most nem mondom meg, hogy ki, aki felhívott engem ezzel 3 évvel, hogy neki most van egy, bemutatkozott először is, és nekem nem jött be a neve. És mondja, hogy nem vagyok ismerős, mondom nem. És akkor elmondta, hogy melyik televízión, melyik tehetségkutatóban ő, nem tudom, hogy 4., 5. valahogy így lett, és hogy most ő összehozott egy zenekart, és ő zenélne. Hát mondom, tedd azt. De hát azt mondja, hogy jönne elő zenekarnak, mert így nem ismerik meg, azt mondja, a televízió az már nem viszi vissza, lerázza magáról, és hogy eljönnének elő zenekarnak. Ők eljönnek ingyen, csak zenélhessenek. Jó. És akkor felhívtam a koncertjeket, megmondta, hogy jönne XY innen és innen a tehetségkutatóból, és hogy jönne a zenekarával ingyen. Mondtak, nem kell. De mondom, ingyen van emberek, hát 30 percet ingyen, akkor se kell. És aztán végig hívottam a helyeket, és utána hívott a srác, hogy na, sikerült -e valami, és mondtam neki, hogy hát figyelj, a mi megrendelőnknek nem kell, de próbálkozzál máshol, hát ha sikerül. Azóta nem láttam, hogy zenélt volna. Most ez a szörnyűség benne, mert elhitették vele, hogy ő sztár, és már azt várta, hogy jön Hollywoodból a szerződés. És aztán vége lett a tévéműsornak, kiszedték alóluk a tévéműsort, és egy fél év múlva már jöttek az újak. A régiekre meg már senki nem emlékezett. Hát ez nyilván mondjuk ez egészen más, mint amikor valaki fölépít, alulról építkezve. Hát pontosan, tehát ezt szoktam mondani a hangszereseknek is, meg mindenkinek, hogy el kell kezdeni az alapoknál, és úgy kell végigvinni. Végezetül fejezd be ezt a mondatot, mert hogy te mondtad egyébként máshol, kíváncsi vagyok, hogy emlékszel rá, hogy azt mondtad, hogy mint Frank Sinatra-t. Amit igen. Mondtál? Hogy? Hát a Frank Sinatra, ő úgy koncertezett, hogy lejátszott 45 percet, leénekelt, majd visszavonult az öltözőbe, kicsit pihenni, 20-30 percet pihent, majd utána kijött, és még 40-45 percet végénekelt. És akkor kérdezték tőle, hogy miért tart ekkora szünetet, és mondta, hogy because I'm an old man, már öreg vagyok. Igen. És akkor ez teljesen mindenki elfogadta tőle. És ez így ment. Aztán, hát neki nagyon sok problémája volt egyébként, mert sajnos ilyen kezdődő Alzheimer-kórja is volt neki, és elfelejtette a dalszövegeket. És akkor nagyon kellemetlen volt, mikor nagyon ismert dalát éneket, és akkor hopp, megállt, elfelejtette a szöveget, nem tudta, hogy melyik szó következik. Ezért a menedzsere szemközti falra hatalmas kivetítőt tett fel, és akkor ott ment a szöveg, és akkor tudta olvasni. Csak később elromlott annyira a szeme, hogy akkor meg már nem látott. És akkor mondta, hogy hát azért csak nem tesz fel szemüveget, már hogy fog kinézni a koncerten, és akkor megint nagyobbították a kivirkét. Végül már ilyen hatalmas betűkkel írták ki a szöveget, de ment a műsor, tehát nagyon szépen, és mindig mondogatta, hogy a színpadon fog meghalni. És ez majdnem így történt. Azt hiszem 88 éves volt, amikor meghalt, ugyanígy fellépés Las Vegasban, és
leénekelte az első részt, és mondta, hogy visszavonul, és majd jön a második részre. És nem jött vissza. De hogy te is azt mondtad, egy ilyen kielezett szituáció, nem tudom, hogy milyen szituáció, hogy azt szeretnéd, ha téged is nem, ezt, a színpadról vinnének. Persze, megkérdezték tőlem a tévéműsor, hogy meddig lehet ezt csinálni. Uh-huh. És hogy akarok-e visszavonulni, vagy vissza hova. Hát Frank, most megint Frank Sinatra-nál tartunk, tőle is megkérdezték, hogy drága művész, nem akar-e visszavonulni. Azt mondja, hogy ne énekeljek. Hát azt mondja, egész életemben énekeltem, ehhez értek. Ha abba hagyom, akkor mit csináljak? És erre mondtam azt, hogy lehet, hogy úgy fogunk meghalni, mint Frank Sinatra, hogy kicsit pihenünk, és bye-bye. Na jó, akkor gondolkoztam, hogy mit lehet ilyenkor mondani. Nyugodtan nevessék rajta. Kicsit kivártam a csöndet, de gondoltam, hogy nem se el nem viccelem, se túl patetikusra nem veszem. Mielőtt még befejeznénk, ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy nektek, önöknek van esetleg kérdése vendégünkhöz. Hogy? Igen? Ja, hogy kik ők? Mondjam név szerint, van egy nagyon jó gitáros, én is gitározok, tehát újra gitározok. Van egy nagyon jó gitáros barátom, Bárány Attilának hívják, nem azonos a diszkóssal. Van egy nagyon jó dobos, Hernádi Zoltán, egy zongorista, Köbel Ákos, egy csellista lány, Rohály Éva, és hamarosan csatlakozni fog hozzánk még egy basszus gitáros is. Uh-huh. Szuper. Más valaki esetleg? Valami kérdés? Ha nem, akkor parancsoljon. Tessék? Hogy mikor lesz új a lemeze? Hát lehet, hogy párhuzamosan lehet dolgozni a Bikini albumon is, tehát rengeteg stúdió van ma már. Én úgy gondolom, hogy ősszel most már tényleg belevágunk, ugyanis azért Loizinak és a Petának is sok ötlete van, és nekem is vannak még ötleteim, olyanok, amiket nem akarok a szórólemezre tenni. És való igaz, hogy ideje lenne a Bikininek is egy új album. Azon leszek, hogy minél hamarabb legyen. Hogy lesz-e, ha jól értem, az a kérdés, hogy lesz a Bikininek újra billentyűse? Igen. Hát elmondom, hogy mi az ez a billentyűvel. Amióta Petta itt van nálunk, azóta sokkal gitárcentrikusabb lett a zene. Ezt biztos mindenki észrevette, és Lukács Petra egy zseniális, hát mondhatom nyugodtan, hogy világszínvonalon gitározik, és nem is akarunk a billentyű centrikusság felé visszamenni. Ami van, ami a szekvenszerről jön, ezek csak ilyen hangulati sávok, tehát ezek igazából billentyű dominanciát már nem is akarunk. Tehát mindenképpen a Petára szeretnénk építeni. Hát igen, szóló, tehát a szóló lemezemnek a dalait. Három dalt el fogok játszani a szóló lemezről. El fogunk játszani Trunkos András, mint meghívott sztárvendég, vele el fogunk játszani egy-két rossz frakciót, akkor a korábbi szólóalbumomról is fogok játszani. Tehát ez egy, ahogy mondtam, minden, ami volt, és minden, ami lesz. Csepelen leszünk. Nem. Szabadtér lesz ez, hát nem tudom, hogy szabad-e a belépés mindenkinek, de azt meg kell majd nézni. Hetedik hó, hatodik, tehát június 2-án, délután 4-kor Csepelen, a Hollandi út 8. Azért délután 4-kor, mert este 7-kor már nekem Ácson kell koncertezni a Bikinivel.
Igen. Igen. Igen, 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 igen. Igen. Nem ment az ipar. Igen, nagyon, nagyon nehéz egyébként, mert a elsősorban a bikinivel akarom, tehát a bikinivel meglévő koncerteket akarom lejátszani, tehát az, annak van dominanciája, és csak ott oda tudok kötni, ahol nincs a bikinivel koncert. Nem értem. Hogy a legendában lesz-e ilyen állandó? Azt nem tudom, lehet, hogy ősszel majd lesz. Most tervezek egy őszi helyszínt mindenképpen, ugyanis az a terv a szólólemezzel, hogy aki eljön augusztus 3-án a Várkert Bazárba, minden belépő mellé adunk egy maxi singlet, amin az Minden, ami volt című dal lesz. És ősszel, illetve tél elején szeretnénk karácsony környékén egy másik ugyanilyen koncertet játszani, és azon a koncerten is ugyanúgy a belépő mellé a következő dalnak a maxi szinglét, és aztán valamikor késő tavasszal, valamikor április környékén egy harmadik nagy koncertet Budapesten, amikor a harmadik maxi szingl fog kijönni a harmadik dallal, aminek az a cím, hogy Angyalok. És utána már, tehát három ilyen beharangozó maxi szingl lesz, és utána szeptember környékén jelenik meg az album. Igen, igen, a bikinivel leszünk ott szeptemberben. Jó. Szívesen. Szuper, parancsolj. Melyik két dalra gondolsz? Very Best Of? Aha. Igen, igen. Igen. Igen, ezt tiszteletből csinálja. Igen, ezzel tiszteleg Daci Zsolt előtt. Hát meg az két nagyon emblematikus szóló egyébként. Gondolom, hogy egy ilyen The Very Best-en. Igazából egyszer eljátszottuk a Zsolt emlékére, amikor temetése volt, de igazából nincs tervbe véve, gyakorlatilag bármikor eljátszhatnánk, mert a Peta tudja, tehát ő annak idején megtanulta. Úgyhogy... Tehát nincs kizárva, tehát végül... Nincs kizárva, tehát kizárva nincs, abszolút. Tehát. Jó, akkor én nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmeteket. Lajos, neked még nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen és nagyon jól éreztem magam. Köszönöm szépen.